Közben leveszem ezt a kis rózsaszínt, ami tulajdonképpen a legelső beszélgetésünk előtt raktam föl, amikor is a rákszűrésekről és erről a bizonyos rózsaszín napról beszélgettem vendégeimmel, ami már múlt héten volt. Most viszont egy vérbeli énekessel találkozhatnak, Hanák Zsókával. Huszák. Huszák? Bocsánat, jó. Elnézést, jó. Huszák Zsókával. Ez azért van, hogy Hanákot mondtam, és nem Huszákot, mert én bizony Isten nagyon ritkán, nem is emlékszem, mikor hallottam rólad, nem szerepelsz annyit. Hát lehet, hogy nem hallottál rólam, nem vagyok annyira híres nagy sztár. Nagyon régóta énekelek. Mióta? Kezdtem Ori OSK, Jazz Konzi, rádió stúdió. Hol még annak az idejében, ezeket a vizsgákat szerezni. Igen. Rádió stúdió. És aztán, mivel nem úgy alakult, ahogy én szerettem volna, vagy elképzeltem, nem lehetett betörni a régi nagy gárdába az előtt sem. Tehát kikényszerültem külföldre, úgyhogy elég sokat dolgoztam. Hát nagyon sokan, veled együtt nagyon sokan. Igen, nagyon igen. Sokan. Még nagy nevű énekesek is. Igen. És hova mentél? Igazság szerint Németország volt a hosszabb idő, de most két évet voltam. De hogy szerencsét próbálni kimentél, vagy kihívtak? Végül is mondhatom azt, hogy kikényszerültem, mert mivel hogy itthon nem úgy jöttek össze a dolgok, és hát hirdetett egy zenekar, volt egy zenekar, aki keresett énekesnőt, és gondoltam, megpróbálkozom. Nagyon kemény munka volt, mert és bejött ezek szerint? Be, de hát egy baleset lett a vége, úgyhogy két év után egy nagyon nagy autóbalesetem volt, úgyhogy egy évet voltam kórházba, és hát ezzel így mondhatom, hogy ez egy a karrier, igen, 12 év szünet következett. 12 év 12 év. Pont a rendszerváltás idején. 12 év szünet? Azért, mert nagyon súlyos volt az autóbalesetem, és lelkileg nagyon megtört. Mondhatom, hogy inkább lelkileg tört meg, és aztán arra gondoltam, hogy mivel a lábam... Mit csináltál 12 évig? Hát egy nagyon pici kis üzleti vállalkozásba kezdtünk, és... Külföldön? Nem, itthon. És az elfoglalt, mondhatnám azt is, hogy sajnos, mert inkább előbb el kellett volna kezdeni. Nem énekelni. Is énekeltél közben? Nem. Még a fürdőkádban se? Kicsit el voltam keseredve, de hát nyilván, hogy az üzletben elég sokat énekeltem, a vendégek legnagyobb bánatára, mert általában áriáztam, úgyhogy azt mondták, hogy na, de nem szoktam ott énekelni. Énekeltem azért, voltam Garmisch-Partenkirchenben, kisebben voltam hajón, de ezek csak egy-egy ilyen alkalmak voltak. Hát ez a magyar könnyű műfaj szereplőinek az élete. Igen. Az elmúlt igen, évtizedekben, igen. Akár azt is mondhatnám 90%-uknak. Vagy akár mind a mai napig. Igen, ezt hozzá kell, hogy tegyem, hogy sokszor mondják nagyobb énekesek, és minden tiszteletem az övéké, hogy mennyit letettek az asztalra, és hogy ők, nem akarok utalni most egy énekesnőre, hogy ő az egész életét az énekre tette, és hogy ő szolgálta a hazáját, de hát ő szolgálhatta, ő ott lehetett. Nem nagyon lehetett nagyon sok embernek érzed, a közelükbe se jutni. Igen, de úgy érzed, hogy te is megálltad volna abban a mezőnyben a helyedet? Szerintelenség nélkül mondhatom, hogy igen. Nem kaptam lehetőséget. Sajnos. Próbáltad? Próbáltad? Igen. És visszautasítottak? Nem, hogy visszautasítottak. Indultam ki, mit tudok, már a második rostán ki ebrudáltak. Annak ellenére, hogy maguk a versenyzők azt mondták, hogy létezik ilyen te. Igen, én sajnos ezt is hoztam tényleg. Na majd a beszélgetés végén meghallgatjuk. Igen. Szeretettel meghívlak a koncertemre. Az mikor lesz? Most ez most lesz, igen. November 13-án, 17 óráig kezdett el a Ferencvárosi Művelődési Központban. Ez a Haller utca, a kardiológiai igen. mellett. És Szabcsi Lakatos Béla fog egy pár nótát kísérni. Akkor ebből az következik, hogy a stílusod is a jazz műfaj. Igen, igen. Pedig Jimmy lemezt adtam ki ezelőtt két évvel, tőlem teljesen idegen múltam. Ez hogy született ez az ötlet? Hát kezdtem visszajönni a pályára, és nem tudtam, hogy mit énekeljek. És akkor gondoltad, hogy meglovagolod ezt a népszerűségi hullámot? Igen, de itt az igen, biztos, hogy így van, de azt azért meg kell mondjam, hogy két évvel Jimmy halála után. Tehát azért nem még akkor tartott, azért még tartott. Igen. És mivel nagyon nehéz volt, és nem tudtam, hogy mit énekeljek, és ezt nem tagadom, hogy tényleg volt egy ilyen ebben, hogy talán ezzel, mivel nem tartok sehol, hát hogyha igen. egy női változatban egy picikét a név
egy picit. Ennek volt valami akadálya, hogy te Jimmy számokat énekelj? Nem volt semmi akadálya, de előnyöm semmi nem számazott ebből. Tehát ezt elmutatom, hogy de csak kellett hátrányom. Neked valami engedélyt szerezni? Igen, a családtól, igen. Gondolom. A családtól nem kellett engedélyt kérjek, hanem a jogvédőhivatalnál mindent megkaptam. Bár én a családdal beszéltem, és mondtam, hogy énekelem ezeket a számokat, de aztán mivel nem kerültünk szorosabb kapcsolatba. Ez azért igazán akkor ez nem jött be, azt mondom. Nem. Bár és a lemez? És a lemez? Boltokba került, de sajnos mindig nagyon eldugták, úgyhogy... Hát ezzel, hogy mindig nagyon eldugták, ugye ezzel azt is mondott, hogy tulajdonképpen az a sok évtizeddel ezelőtti események, vagy évtizedek ezelőtti rendszerváltás előtti dolgok, azok valahogy folytatódtak. Igen, ez a... Vagy folytatódnak. Szerencsésnek nem mondható sorozat folytatódott, de én nagyon bizakodom abban, hogy ez megváltozik, és hát a munka meghozza a gyümölcsét. De miért nem mentél egy lemezüzletbe, és csak megláttad a lemezedet ott hátul, megfogod és előre rakod? Hát, de nem nagyon tudtam erre lehetőséget találni, mert nem is nagyon küldték ki az üzletekbe. Tehát a kiadók például... Te utána jártál egyébként, hogy veszik, hol van, mint van? Igen. És hát nem akarok ebbe, nem akarom a megkeseredett énekesnőt mutatni, nem. Abszolút pozitív vagyok, és én azt mondom. Hát ehhez képest, hogy ilyen, ugye, akár azt mondtad, hogy egy csődök is voltak az életedben nem is olyan régen, ehhez képest mindjárt megjelenik egy új lemezed. Csak februárban. Tehát, hát februárban, na jó, de akkor lelkesedés még megvan. Meg, és megfogadta. Tehát optimista vagy ezek szerint. Igen, mert nagyon szeretek. Sok keserű tapasztalat ellenére. Igen, ami a mai napig is tart. Jó, akkor most mit fogsz másként csinálni ebben a lemezben, vagy egyáltalán a lemez piacra dobásában, mint azt az előzőnél tetted, ami ugye megbukott. Nyugodtan ki lehet mondani. Már akkor megbukott, világos. Amikor kijött. Lehet, hogy még ki se jött, de már megbukott. Uh-huh. Inkább így mondanám. De nem bánom, mert örülök, hogy felénekeltem, gyönyörű a lemez. Akik megvetik, is ezt mondják. Hogy mi lesz más? Elhatároztam, hogy nem fogok rohangálni, hogy csak nekem írjanak dalt, mert lehetetlenség. Hiába írnak csak nekem dalt, hogyha nem olyan emberek írják, akik ott vannak a spiccen, mert ugye csak az ő dalaik futnak. Hát ma már talán nem annyira. Most is? De most már azért nagyon sok zenekar, nagyon sok énekes van, nagyon sok szám fut, tehát most már... Igen, de a szerzők neve már nem forog, tehát nem ismertek. Nem úgy, mint annak idején, amikor volt öt szerző és öt szerzőpáros és kész. Most ez azért igaz, rengeteg de azért most van, is rengeteg ott van. Van. De azért most is ott van. Hidd el, hogy ott vannak azért ezek a dolgok. Nem éleződik annyira ki, mert ugye előtérbe helyezik ma már a megkreált énekeseket és a megkreált zenekarokat előtérbe helyezik, hát úgy az a csúnyákat mondok. Jó, nem, az egész világon így megy, hát az lesz világsztár, meg sztár, akit igen, akarnak csinálni. Ez így van. Igen. Ami más lesz, elhatároztam, hogy amit én idáig énekeltem, és bennem van, szépen bevonulok a stúdióba, és apránként felénekelem, mert azok a dolgok bennem vannak. Igenis, de fel kell, hogy legyenek a lemezen. Meglévő számok. Meglévő számok, igen. Uh-huh. Amiket én ideig énekeltem, és nekem jól állt, és a szívemben van. Tehát valaki által már énekelt. Igen, de ezek akár swinges nóták, akár, tehát olyan dalok, amik nem feltétlenül mostani futós lágerek, hanem bármikor. Meg lehet dobbantani az emberek szívét ma, nem a mai stílus irányzatú számokkal is? Igen, meg lehet dobbantani, ha úgy énekel az ember, hogy a szíve szólóan, meg a jó. Közönséget. Milyen korosztályra próbálsz hatni? Mindenkire. Olyan nincs, hogy mindenki. Olyan de, nincs. Hát nyilván nem, a 20 évesek hát nem befoghatók. Tehát azért ezek a hip-hop, meg ezek a rap, meg, nem a rap még inkább, de ezek a nem jut most eszembe, hogy hívják ezeket a szörnyűségeket, amik mennek. Bocsánat a fiataloktól. Hát az a korosztály befoghatatlan, de aki... Hát azért van, aki meg tudja fogni. Kire gondolsz például? Hát nem tudom, most itt vannak ugye ezek a megasztáros lányok is. Ők sem most ők a stílus. Ők sem olyat igaz, ők is jazzes. Nem, ők sem. Igen, az igény ezzel nem. Most a zenéről beszélünk, ugye, tehát ez a dündüdündüdündüdünd. Igen, de abban már nem sok ének van, tehát ott egy énekesnek igazán nincs sok szerepe. A zenésznek se sok, mert szintetizátor, meg számítógép mindent elintéz. Igen, azt hiszem, hogy abban a korban vagyok, amikor azt mondom, hogy nekem produkálnom kell, hangilag is, és megjelenésben is, hogy jó legyen. Igényes legyen, hogy jó legyen. Készülsz erre valahogy? Igen, mindig képzem magam. Nagyon-nagyon jó hangképző tanárnőm van. Köszönettel tartozom. Nagyon sokat segít. Van egy családom. Itt akarok visszatérni arra, hogy ugye 12 év kihagyásod volt. Ezt hogy hoztad helyre? Nagyon nagy kitartással.
Na jó, de meg lehet, valami... nézd, születik az ember valamivel. Tehát én azt mondom, hogy születik az ember valamivel, azt mondják, hogy vannak őstehetségek, ezzel nem magam akarom, tehát nem akarom azt mondani, hogy ez vagyok. De ez, az ember megszületik valamivel, az nem veszik el, az soha nem veszik el, legfeljebb lecsökken. Na most, hogyha jó kezekbe kerül az ember, tehát jó helyre mész jó időben, jó kezekbe kerülsz, akkor azt vissza lehet hozni kemény munkával, és mindig lehet tanulni. De azt a meglévő, ami benned van, azt azért jó, mi volt az, hozni. Amikor emlékszel arra, hogy mi volt az a pont, amikor azt mondtad, na akkor újra kezdem holnap? Mert az egy 12 év kihagyás, az nagyon hosszú idő, tehát valaminek kell történni az emberben, a lelkében, a szívében. Az a pillanat. Valaminek, gondolom azért nem egy hónapokig tartó folyamat egy ilyen, hogy na majd valahogy visszatérek. Nem gondolkodtam ezen, valahogy mindig ért bennem. Uh-huh. Tényleg mindig ért. Talán az, hogy láttam, hogy sokan jöttek vissza a pályára, akik talán akkor kezdték, amikor én. És ez adott egy előketet, hogy ő még ott van, vagy most jön. És akkor talán lehet, hogy ez adott egy előketet, ami szintén nagyon nehéz volt, mert nem tudtam, hogy mit énekeljek, és így jött ez a Jimmy dolog. Tehát az én szívem inkább a swingesebb, igényesebb. Jó, mekkora a repertoárod? De azért kérdezem, mert mondjuk egy lemezre mondjuk egy órányi számot fölénekel az ember. De úgy most mondod, lesz egy koncerted. Egy koncerten azért... Ez most azért lesz érdekes, mert a Szakcsillagatos Béláék a swingeket fogok énekelni. Többek között két olyan dalt, amivel felvételeztem a Jazz Konziba, a Mist és a Gone with the Wind. De fogom énekelni Cseráti Zsuzsától a Boldogság és én, akkor fogok énekelni diszkos lágereket, például egy olasz diszkos lágert, magyar változatban Miklós Tibor írt rá egy szöveget. Nem ijedsz meg olyankor, vagy akár önmagadtól, hogy egy Cserhátit kéne énekelni? Nem akartam erre kitérni, sajnos nekem ő egy idézőjelben egy jó keresztem. Mindig azt mondták, hogy köszönjük szépen, Cseráti Zsuzsából már van egy, ezzel nem azt akarom mondani, hogy én. Bár ő is mellőzött volt. Szerintem hallgass meg, hogy hogyan énekelek, és akkor majd... Mindjárt meghallgatjuk, de ő ugyanilyen pályát futott be. És nagyon keserű a dolog, meg kell, hogy mondjam. Bár ő neki megadatott a sorstól az, hogy ő azért felénekelhetett a rádióban csodálatos dalokat, ő azért ott volt, és hála Istennek, hogy ott volt, és egy gyönyörű visszatérése volt. De mire számítsz? Koncertlemez, tehát most arra számítsz, hogy most ennyi idő után valami fog történni körülötted? Valaki azt mondja, hogy na, ezt a csajt futtassuk, legyen ez egy jó énekes, mit tudom én, valami... Tudod, mire várok? Arra várok, egy nagyon pici kis elismerésre vágynék, és egy kicsi ismertségre, amire azt mondom, hogy... Az elismertség ez esetben a közönség. Igen, de hogy a mert nagy a közönség hát... megismerjen. Uh-huh. Tehát, hogy nem az, hogy most újra mutogassanak, hogy itt megy, hanem, hogy ha egyszer egy nagy koncertet csinálnék, egy olyan igazán nagyon nagyot, akkor elmondhassam azt, hogy van egy olyan nagy közönségem, aki azt mondja, hogy eljövök, mert van egy Huszák Zsóka, aki úgy énekel, hogy megérinti a szívemet. Bevállalnál egy nagy koncertet be, is? Bármikor, ebben a szent pillanatban. Szemrebben és nélkül? Szemrebben és nélkül. Ebben a pillanatban. Nem mondom, hogy belül nem izgulnék. És nem mondanám azt. Tudod, mi a lényeg? Odaállni és adni magad. De az a baromi nagyot lehet bukni ám egy ilyennel. Vállalom. Én mindig élőben énekelek. Ezt meg kell, hogy mondjam. Az tönkre teheti az életet. Esetek 90%-ában. Hát az egész életet tönkre teheti. Akkor azt mondom, buktam ennél nagyobbat, mint a Jimmy lemezzel. Hát ennél nagyobbat nem bukhatok. Annál nagyobbat nem bukhatok, hogy nem engednek oda, hogy a nevemet meg nem említik az esetek nagy részében. Igen, de... Jó, most nem akarlak megsérteni. Nyugodtan. De ezt mondjuk, is vállalom. De egy Jimmy lemez ügyben, ahol ugye beszélt, én is úgy neveztem, hogy bukás. Azt tudod mondani, vagy legalábbis mondhatod azt, hogy ez nem az én. Nem én voltam az oka. Azok a rohadt, mit tudom én, kicsodák ott a lemez körül, a mafiózóval, mit tudom én, eldugják szándékosan, nem engednek oda, és ezért volt. Tehát ezt magaddal is el tudod hitetni, mindenkivel el tudod hitetni, és ezzel az ügy le van zárva. De amikor odállok egy nagy koncert elé, x több ezer, több tízezer nézővel, és ott bukok meg, akkor én bukok meg. Egy valamit kihagytál, egy fontos dolgot. Ha én már odaállhatnék egy nagy koncert közepére, akkor ott már lenne pénz, menedzsment, aki azért arra nagyon ügyelne, hogy nekem már csak a hangomat és az előadásmódomat kéne, és a belső
ami belül van, azt kéne adni. Az összes többire már nem nekem kéne figyelnem. Tehát ott azért már nem csak az van, hogy én hogyan énekelek, hanem milyen a körítés. Én magamat vállalom, de hogyha jól a körítés mellé, akkor ezt felvállalom. De ha csak az lenne, hogy azt mondom, hogy most ezt az egészet nekem kéne beszervezni, és nekem kéne megcsinálni, mondjuk adva van 10 millió, de csináld meg magad, ezt így nem vállalnám be, mert nem tudnám, nem értek hozzá. De ha mondjuk kapnék 10 milliót, akkor megfogadnám a legjobbakat, akik léteznek a szakmában, és akkor azt mondom, hogy légy szíves, teremts olyan körülményeket nekem, hogy semmit ne kelljen csinálnom, nekem csak szépen énekelnem szívemből. Szaksit ismerted végig?